Márk, mivel zárunk? A verssel. Mindig is a verssel zárunk. Ma egy kevésbé ismert Petőfi Sándor verset hoztam el önöknek. Bevallom önöknek, hogy én sem ismertem eddig. Petőfi Sándor, gyertyám homályosan lobog. Gyertyám homályosan lobog, magam vagyok. Sétálok föl s alá szobámban, szájamban füstölő pipám van. Múltam jelen és sílengenek körültem. Sétálok, sétálok, és szemlélem a füst árnyékát a falon. És a barátságról gondolkodom. 1846-ban született ez a vers, márciusában. Én köszönöm önöknek, akik ma is velünk tartottak. Jövő héten, vagyis mához egy hétre, december 1-jén nemzeti ünnepünkön egyenes adás nem lesz, hisz mi is ünneplünk és szabadok vagyunk, viszont december 8-án Mikulás műsorral várjuk önöket, és várjuk az üzeneteiket. Viszontlátásra, mához 2 hétre. Viszontlátásra mindenkinek, és kellemes hétvégét is. Akivel találkozunk a színházba, akkor jól fogunk mulatni. Színházba találkozunk mindenkinek. Igen, nehogy elfelejtjük.